Utolsó, utóidőben ez a kérdés az nagyon sokszor ismétlődik, és ez az anyagi világ úgy van felépítve, hogy nem találkozunk. Hiába foglalkoztat minket ez a kérdés, és mi nagyon akarunk találkozni, de szomorú hír, hogy az, hogy mi találkozunk valakivel, annyira kevés a százalék, előfordulhat, persze, de valamikor ez egy szerencsétlen is lesz, hogyha találkoznak újra, valamikor jó, de esély nagyon-nagyon pici, nagyon minimális, és az is, hogy felismerjünk, annak is az esélye minimális. Nincs garancia. Ezért erre építeni az életet, hogy szeretnénk találkozni valakikkel, nem egy intelligens dolog. Mert nekünk van karma. A karma összehozta minket lelkekkel, akiket családtaguknak nevezünk, utána a karma szétszette minket. Ha ilyen, ami akarunk, az egy dolog, de mit érdemeljük meg, ez egy másik dolog. Viszont a másik megoldás, hogyha mi visszamegyünk a saját családjához, a lelki világba, azokkal újra találkozunk, ami nem kapcsolódik az anyagi családokhoz, és őket viszont már sose fogunk elveszíteni. Szóval ebbe az életünkben az az üzenet nekünk az élettől, hogy mindig elveszítsünk a hozzánk tartozókat, akit szeretjünk, az az üzenet, hogy te itt nem fogsz találkozni, mert nem otthon vagy. Menj haza lelki világba. Ott vannak a te, akiket nagyon szeretsz, és akitől sose fogsz elválni, és mindig boldog maradsz.